Birtokba vették a játszóteret a lurkók, akiket leginkább a kismotor, a csúszda és a homokozó háromszöge nyűgözött le, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság két intézményében, ahol egy-egy új mini bölcsőde is várja ezentúl a legkisebbeket. Szeptembertől fog kezdeni a gyermekem, és azért választottuk ezt a bölcsit, mert nagyon tetszik az udvar, hogy ilyen jó árnyékos és jól felszerelt, meg ismerős gyermeke is idejárt, és nagyon szerették, nagyon jók a gondozók. A megnyitón a leendő bölcsisek egyelőre még szüleikkel vettek részt, majd felfedezték az udvar adta lehetőségeket. A Mici Mackó nevét viselő intézmény 7 férőhelyes. Elhangzott, a feltöltöttség kapcsán nem aggódnak a szakemberek, hiszen már most megvannak a jelentkező szülők a gyerekeikkel. A jelenlegi intézmény rendszerünk már nem tudta fogadni a megnövekedett igényeket, úgyhogy ezért döntöttünk többek között úgy, hogy 2 mini bölcsödét létrehozunk a városban, ami egyébként egyedülálló, tehát Egerben egyáltalán nem működtek még eddig az idáig mini bölcsödék, mi vagyunk az elsők. A csoportszobában és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekben korábban családi bölcsöde működött. Azért döntöttünk a profilváltás mellett, mert annak idején a kincstár megvonta a szülőktől azt a 40 ezer forint támogatást, amit ők vissza tudtak igényelni, és így a megnövekedett térítési díjak miatt visszaesett az igény a családi bölcsödékre, úgyhogy a 4 családi bölcsödénkből 3-at megtartottunk, ezt pedig átalakítottuk mini bölcsödévé, és kértük az engedélyeztetését. A kis létszámú mini bölcsödék családiasabb környezetet biztosítanak a gyerekeknek, akikre 2 nevelő és 1 bölcsödei dajka vigyáz csoportonként. A 2 intézményre 500 000 forintot költöttek, amely beruházás főként szőnyeg és függönycserét, illetve néhány játék vásárlását biztosította.